Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Valóban van a magyar politikának egy bűbájos hangulata, hogy ilyen késő éjszaka kell egy nagyon fontos témáról eszmét cserélni, vitatkozni, beszélni, már azzal a kevés és tiszteletre méltó képviselőtársakkal, akik itt vannak a teremben, és elnök úrral. Az előttünk fekvő törvényjavaslat alapján röviden a következő címszavakkal foglalhatnánk össze a 2023-as költségvetési év végrehajtását. EU-bajnok infláció, csökkenő reálbérek, visszaesett fogyasztás és bolti forgalom, elapadt beruházási lendület, romló gazdasági teljesítmény, csökkenő népességszám és termékenységi arányszám, tervezetnél magasabb hiány, kamat és nyugdíjkiadások, illetve alacsonyabb áfa bevétel. Itt azért szeretném megjegyezni, hogyha egyszer kipróbálnánk, hogy milyen egy sokkal kisebb áfakulccsal dolgozni, akkor lehet, hogy nagyobb forgalom lenne, és esetleg nagyobb lenne a bevétel is. Lehet, hogy csak a puding próbálja az evés, és ezt kellene egyszer kipróbálni. A kormány a negatív gazdasági folyamatokat a járvány után elhúzódó háborús helyzettel, szankciós inflációval, geopolitikai konfliktusokkal, gazdasági válsággal, külkereskedelmi partnereink, például Németország gyenge konjunkturális helyzetével magyarázza. Álláspontunk szerint azonban a negatív tendenciák nem elsősorban a külső okokra vezethetőek vissza, hanem a kormány elhibázott gazdaságpolitikájának következményei. A kormány felelősségéből nem von le az sem, hogy a torz gazdasági szerkezet már a rendszerváltáskor kialakult, ami az EU csatlakozást csak tovább erősített. Csat Magdolna professzor asszony véleménye szerint Magyarország gazdasági szerkezete nagyon merev és rugalmatlan. A kormány energiaigényes és anyagigényes gazdaságot alakított ki, miközben az országnak egyik sincs, ezzel növeljük függőségünket. A magyar gazdaság nagyon függ az autóipartól és a kapcsolódó tevékenységektől, mint az akkumulátorgyártás, és ezek leginkább a válságnak kitett ágazatok. Azért nálunk a legmagasabb az infláció, mert válságérzékeny gazdasággal rendelkezünk. Nem a függőséget kell növelni, hanem azokat a szektorokat támogatni, ahol Magyarországnak versenyelőnye lehet. KKV-szektor, mezőgazdaság, élelmiszeripar, informatika, ahol a tudásra és a természeti kincseink, mint a jó minőségű termőföld felhasználására van szükség. Az illiberális gazdaságpolitika mintájára miniszterelnök úr nemrég meghirdette a gazdasági semlegesség politikáját. Annyi különbséggel, hogy nem csak nyugattal, hanem a világ keleti részével is üzletelünk. Egyetértünk azzal, hogy egy olyan kis ország, mint Magyarország mindenkivel jó üzleti kapcsolatot ápoljon. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint azonban a kormány ugyanazt fogja csinálni, mint eddig. A GDP-t növeli bármi áron, miközben az önálló magyar nemzetgazdaság felépítése helyett még inkább függővé teszi az országot. Tisztelt Ház! A gazdasági semlegesség semmit nem ér, ha nem teremtjük meg a magyar önellátás és a függetlenség alapjait. Álláspontunk szerint gazdasági semlegesség helyett gazdasági függetlenségre van szükség, és egyensúlyra kell törekednünk. Mindig a magyar érdek az első. Ha az a lényeg, hogy a keleti és nyugati technológia találkozzon nálunk, hol marad a magyar technológia? Az elmúlt két évben csökkent a GDP arányos K+F ráfordítás Magyarországon, hol marad a magyar tudásképzés és technológiai fejlődés finanszírozása? Ezek így nagyon hiányosak. A 2023-as költségvetés végrehajtásáról a költségvetési tanács és az állami számvevőszék jogszabályi kötelezettségüknek elegettéve egyaránt véleményt alkotott, kritikát azonban egyedül az államadósság és a hiány kedvezőtlen kialakulásával kapcsolatban fogalmaztak meg. Hiányoljuk, hogy szinte kizárólag a tényadatok ismertetésére szorítkoztak, és nem követték Matolcsy György példáját abban, hogy markáns, szakmai véleményt fogalmazzanak meg a kormány gazdaságpolitikájának hiányosságairól, illetve nem tettek javaslatokat a jövőre nézve. Külön köszönet illeti viszont azoknak a minisztériumi és egyéb háttérintézményeknél dolgozó vezető és beosztott tisztviselőknek a munkáját, akik a szakmaiság utolsó bástyájaiként közreműködtek az árszámadás elkészítésében, ami azért nem kevés munka. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a negatív adatokért azonban nem ők a felelősek.
Ne távolítsák el őket, mint tavaly a negatív GDP adat miatt a KSH főosztályvezetőjét. Évek óta emberfeletti munkát végeznek, miközben az ő fizetésük sem követi az inflációt. A 2018. évi kormánytisztviselői életpálya bevezetése óta szinte alig változott. A törvényjavaslat indokolása szerint a szankciós inflációt az elhúzódó háború és az elhibázott brüsszeli szankciós politika szabadította Európára. Álláspontunk szerint azonban az infláció közvetlen kiváltó oka nem a háború volt. A Covid-válságkezelés és a választás előtti osztogatás keretében az MNB, illetve a kormány a GDP 30%-ára rúgó összeget pumpált a gazdaságba. A kereslet nőtt, de a termékek és a szolgáltatások növekedése elmaradt, ezért inflációs nyomás alakult ki. A Költségvetési Tanács is kifejtette véleményében, hogy a globális folyamatok, energiaárak, szállítási költségek, élelmiszer alapanyagárak hatása mellett a hazai élelmiszeripar alacsony termelékenysége és gyenge versenyképessége okozta, hogy a magyar infláció volt az EU-ban a legmagasabb. Az MNB alelnöke szerint ehhez járult hozzá a profitvezérelt infláció is, a cégek megnövekedett költségeiket teljes egészében áthárították a fogyasztókra. 2023-ban az eredetileg tervezett 5,2%-hoz képest az éves átlagos infláció 17,6% lett. A legnagyobb mértékben az élelmiszerek ára drágult éves viszonylatban 25,9%-kal. Gazdasági elemzések szerint a különadók az inflációt még 8-9%-kal emelték. Matolcsy György szerint pedig az ársapkák bevezetése 3-4%-kal növelte az árakat. Az infláció tavaly januári tetőzéséhez a benzinársapka 2022-es decemberi kivezetése is hozzájárult. Tisztelt képviselőtársak, tisztelt államtitkár úr! A törvényjavaslat indoklása szerint az infláció letörése a kormány gazdaságpolitikai intézkedéseinek köszönhető. Ez olvasható. Álláspontunk szerint azonban az infláció letörésében a legnagyobb szerepe a bázishatásnak volt. Ehhez járult hozzá a külső inflációs nyomás csökkenése mellett a hazai reáljövedelmek kereslet csökkentő hatása. 2023-ban ugyanis a háztartások fogyasztása 0,7%-kal, a kiskereskedelmi forgalom 7,8%-kal csökkent. A magyar fogyasztási érték az utolsó volt az EU-ban. A kiskereskedelmi forgalom a reálbérek emelkedése ellenére jelenleg is a 2021-es szinten mozog. A magyar társadalom nem fogyaszt, hanem megtakarít. Az inflációs időszakban elszenvedett vagyoncsökkenést igyekszik valamilyen szinten visszapótolni. Az árcsökkentés mögött az alapanyagárak csökkenése és a boltok közötti verseny állt valójában. Az árstopp miatt kisebb boltok százai mentek tönkre, akik nem tudták a többi árucikre szétteríteni a veszteséget. A kötelező akciót a kereskedők olcsó importáróval oldják meg, amint azt Toroszkai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke felszólalásában már jelezte, a teljes magyar lakosság évente 5000-6000 milliárd forintot költ élelmiszerre, ennek 90%-át nem a helyi gazdaságot erősíti, hanem külföldre kerül. Azaz, magyarul, szó szerint a multik kiszivattyúzzák az országból ezt a pénzt. Tisztelt Országgyűlés! A Mi Hazánk mozgalom a tettek mezeire lépve holnapokon át minden vármegyében megszervezi a Hazai Válság című rendezvénysorozatát. Célunk ezzel, hogy a fogyasztók közvetlen összekötése a termelőkkel és kézművesekkel, ami azért fontos, mert a termékek árát nem növeli a közvetítők által látott haszon, a vevő kedvezőbb áron jut a termékhez, és ami rendkívül fontos, helyben az országban marad a pénz. A Kárpát-medence közepén, ahol kiváló termőföld van, el tudnánk magunkat látni élelemmel. Ehelyett nem vagyunk önellátóak, hanem importálunk élelmet. A rendszerváltás előtt a magyar mezőgazdaság még az európai élvonalba tartozott. A módszerváltáskor azonban a termelőkapacitásokat privatizálták, ugye nem kell felsorolni cukorgyárak, stb., eladták nyugatra, a mezőgazdaság külföldi kézbe került, és még lehetne sorolni. Ehhez járult hozzá az EU közös agrárpolitikája, az agrártámogatások a birtokszerkezet koncentrációjává váltak. A magyar mezőgazdasági birtokszerkezetben a nagy birtokok dominálnak, ahol az alacsony élő munka igénylő monokultúrák gabonafélék termesztése folyik. Ennek mi a következménye? Hogy a 2020 óta az agrárgazdaságok száma 241 ezerről 196 ezerre csökkent. És ezek is tényszámok.
Az óriási problémát jelent, hogy a mezőgazdaság Európai Uniós támogatásokra épül. A gazdák a támogatásoktól függenek, ahelyett, hogy a piacról élnének meg. Akkor is jelentős támogatást kapnak, ha nem gazdaságosan termelnek, ezért nem fejlesztenek. A pár éves földbérleti szerződések mellett nem éri meg hosszú távú fejlesztéseket megvalósítaniuk. Nem versenyképes a magyar élelmiszertermelés és élelmiszeripar. A magyar élelmiszer drágább, mint az import. Ehhez járul hozzá az is, hogy hazánk termelő területe a rendszerváltás óta 1 millió hektárral csökkent. Ez is egy tényadat. 2022-ben a mezőgazdasági termelést a rendkívüli aszály vetette vissza. 2023-ban a mezőgazdaság kilátásait a bázis hatásokon túl a csapadékosabb időjárás is kedvezőbbé tette, de idén a Kárpát-medencé sújtó újabb aszály miatt a helyzet súlyossá vált. Miközben az elsivatagosodás felé tartunk, csak az idén 17 köbkilométernyi víz folyt ki hazánkból felhasználatlanul, amely 8,5 balatonnyi mennyiség. A Mi Hazánk mozgalom a felelős vízgazdálkodás érdekében gazdatüntetést tartott és petíciót nyújtott be a kormányhoz, amelyben mielőbbi vízgazdálkodási reformot követelünk. Tavaly a beruházások hozzáadott értéke a 2022-es évhez képest 8,7%-kal, az építőiparé 5,6%-kal mérséklődött. A lakossági beruházások a magas hitelkamatok, az állami beruházások pedig az uniós pénzek hiánya maradtak el. Az állami beruházási stop az építőipar megrendelés állományát 30%-kal csökkentette. Az egyetlen biztos beruházást a külföldi befektetők projektjeiben való részvétel jelentette, 2023-ban az összes hazai beruházás 52%-a döntően állami támogatással a járműiparban és az akkumulátorgyártásban történt. Ez egy rövid távú gazdasági politika. A kormány óriási gazdasági és politikai kockázatot vállalt azzal, hogy Magyarországot akkumulátorgyár nagyhatalommá akarja tenni. 2017 óta nagyságrendileg 8000 milliárd forint akkumulátorgyár és 3000 milliárd forint elektromos autógyár beruházást jelentett be, ami összesen 11000 milliárd forint beruházás. Az irányvonal kialakításában szerepet játszik az is, hogy miután az uniós források elapadtak, a kormány az akkumulátorgyártáson keresztül juttatja 100 milliárdos megrendelésekhez Mészáros Lőrincet, Garancsi Istvánt és Tiborcz István cégeit. Tisztelt Országgyűlés! A kormány kockázatvállalása azonban nem jött be. 2023-ban a GDP 0,9%-kal csökkent. Ennek oka, hogy a hazai fogyasztás és beruházások visszaesése mellett fő külkereskedelmi partnerünk, Németország, gyenge konjunkturális helyzetben van. A globális kereskedelmet geopolitikai konfliktusok nehezítik. Az egyfőre jutó GDP tekintetében az EU-ban a 27 tagállamból csak 4-en vannak mögöttünk. Az ipar teljesítménye 2023. január óta szinte minden hónapban csökkent. Álláspontunk szerint fontos az új iparstratégia, de a többlet olcsó pénzeket nem az akkumulátorgyáraknak, hanem az élelmiszerfeldolgozásnak és az innovatív ágazatoknak kellene adni. A Mi Hazánk mozgalom kulcskérdésnek nem a GDP külföldi működőtőkével való növelését, hanem a fejlődést tekinti. A humán erőforrásra épülő magas hozzáadott értéket termelő ágazatokat kellene fejleszteni, amelyek nem csak a külföldi piacnak hoznak hasznot, hanem a magyar embereknek is. A GDP-t elviszik a külföldi multik és a kamatteher, nem marad pénz a valódi bérnövekedésre. A Mi Hazánk mozgalom a GDP növelését hosszú távon nem a külföldi multicégekre, hanem a helyi tudásra és a helyi KKV szektorra építve képzeli el. Most, hogy baj van az akkumulátorgyártással és a járműiparral, 15 év után a kormány is rájött erre, elindította a Demján Sándor programot, melynek keretében a KKV szektor olcsó hitellel és tőketámogatással akarja helyzetbe hozni. Azonban mi lenne, ha multikhoz hasonlóan ingyen hitelt kapnának. Álláspontunk szerint a KKV szektort környezetük átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tételével, a bürokratikus terhek csökkentésével egyszerűen élni kellene hagyni. A piaci lehetőségeket pedig meg kell teremteni a számukra. A magyar kisvállalkozók innovatív, kreatív emberek, különben már rég tönkrementek volna.
Ebben szerintem mindjárt egyetérthetünk. Például a kiváló magyar termékeket közbeszerzés keretében is megrendelhetni az állam vagy az önkormányzatok. A Mi Hazánk mozgalom a kisvállalkozások érdekében is a tettek mezejére lép, az Öbölmenti Együttműködési Tanács országainak részvételével november 9-én megrendezzük a Hungulf Expo és konferencia nevű rendezvényt, amelynek célja, hogy a magyar vállalkozások, kiemelten a KKV-szektor, valamint a magyar gazdák, termelők számára piacot találjon az öbölmenti országokban. A reálkeresetek 2023-ban 2,9%-kal mérséklődtek, nem hiába tűzte ki a kormány az új gazdaságpolitikai akcióterv részeként a jövedelmek vásárló erejének növelését. Miniszterelnök úr szerint el fogjuk érni 3 év alatt az 1000 eurós minimálbért és az 1 millió forintos átlagbért. A vállalkozók és munkáltatók országos szövetsége azonban jelezte, hogy a munkaadók jelen körülmények között az erőltetett ütemű bérköltség növekedést nem tudják saját erőből kitermelni és megfizetni. Továbbá szeretnénk felhívni a figyelmet a regionális különbségekre is, ugyanis az átlagkeresettől magasabb fizetés csak Budapesten és Győr-Moson-Sopron vármegyében van, a többi 18 vármegyében ettől sokkal lényegesebben alacsonyabb a reálkereset. Ami egyébként szintén sürgős intézkedést kívánna maga után. A GDP arányos államadósság a 2022. évi 74,1%-ról 2023-ban 73,5%-ra csökkent, ami kizárólag az államadósság elinflálásának köszönhető. A kamatfizetés a GDP 4,7%-át tette ki, vagyis 2023-ban a kormány GDP arányosan többet költött kamatokra, mint az egészségügyre. Ez egy érdekes összehasonlítás. A 2023. évi GDP arányos hiánycélt a kormány 3,5%-ról 3,9%-ra, majd 5,2%-ra emelte, azonban a valóság az lett, hogy a tényleges hiány a GDP 6,7%-a lett. A tervezetnél alacsonyabb fogyasztás és beruházás negatívan hatott az adóbevételekre, különösen az áfa bevételek alakulására, a magasabb infláció pedig a tervezetnél magasabb nyugdíj és kamatkiadásokat eredményezett. Az elszálló hiány miatt a kormány megszorító intézkedéseként a tavaly július 1-jei után keletkező kamatok és az újonnan vásárolt értékpapírok árfolyam nyeresége után a természetes személyeknek a meglévő 15%-os kamatadó mellé hozzátette még a 13%-os szociális hozzájárulást. A kormányzati intézkedéseknek következtében a magyarok külföldre menekítik a pénzüket. Az MNB adatai szerint 2023 végére 970 milliárddal nőtt meg a külföldi megtakarítások értéke, ezt lehetett ezzel elérni. A bankok az állampapír vásárlásért cserébe viszont lefelezhetik az extra profitadójukat. A pénzügyi tranzakciós illetéket pedig áthárítják az ügyfelekre. A bankmonitor számításai szerint 2023-ban átlagosan 42 000 forint volt számlánként az éves bankköltség, ebből a tranzakciós illeték összege megközelítette 20 000 forintot. Nem csoda tehát, hogy a 2022-höz képest tavaly megtriplázták a nyerességüket a magyarországi bankok. A Mi Hazánk mozgalom az áldrágító különadók helyett a digitális tekóriásokat, Facebook, Google és a kaszinókat adóztatná meg, a megtakarításokat sújtó plusz 13%-os szocó helyett pedig oligarha adót vezetne be. Tisztelt képviselőtársak! A kormány a rezsivédelmi alap 2022. évi keretét közel a négyszeresére 2580 milliárd forintra emelte. A Magyar Nemzeti Bank elemzői szerint ebből 298 milliárd forintot egyéb, nem feltétlenül rezsivédelmi célokra csoportosítottak át. Vagyis nem arra költötték el, amire a felhatalmazást adott a költségvetési törvény. Erre azért úgy kíváncsiak lennénk, tisztelt államtitkár úr, hogy ez a 300 milliárd forint ez mégis mire lett elköltve. De nézzük tovább. A rendvédelmi és közbiztonsági feladatokra a kormány 2023-ban az államháztartási kiadásokhoz viszonyítva 0,7%-kal kevesebbet költött, mint 2022-ben. A rendőrség létszáma történelmi mélyponton, valamit azzal igyekeznek a belügyminisztériumban elfedni, hogy a közalkalmazottokat is állományba vették. Így könnyű statisztikán a számokat egy kicsit szépíteni. A létszámhiány az alacsony fizetésekre vezethető vissza, egy kezdő őrmester a bérminimumot keresi, emiatt a rendőri pálya egyáltalán nem vonzó a fiatalok számára, ami a meglévő személyi állomány óriási leterheltségével jár.
Ugyanez vonatkozik a határvadászokra is, idén már a teljes állomány közel negyede hagyta el a pályát. Álláspontunk szerint éppen itt az ideje, hogy az új gazdasági akciótervben szerepel a megfizethető lakhatás biztosítása. Megállt az idő ugyanis Magyarországon, most is ugyanannyi embert érint a lakhatási szegénység, mint 35 éve. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat adatai szerint 2-3 millió honfitársunkat sújtja. A Mi Hazánk Mozgalom Budapesten és a megyei jogú városokban egy olyan bérlakásépítési programot indítan az öbölmenti országok befektetésével, melynek keretében a bérlők a bérleti díj megfizetésével évekkel később tulajdonossá válhatnának. Ez egy nagyon jó és érdekes konstrukció lenne. Mielőbbi lépésekre van szükség, mert a magyar fiatalok túlnyomó többsége nem Magyarországon képzeli el a jövőjét. Összességében a 2023. évi negatív gazdasági folyamatok álláspontunk szerint a kormány elhibázott gazdaságpolitikájára vezethetők vissza, nem gazdasági semlegességre van szükség, hanem önálló magyar nemzetgazdaságot kell építeni. Köszönöm szépen a figyelmet!